Átvette a Katona József úti bölcsőde területét a kivitelező cég. Megnyitotta kapuit az Ózdi városi strandfürdő. Cigány népismereti vetélkedőt rendeztek az Ózdi könyvtárban. Ózdi krónika. A stúdióban Bukovinszky Zsolt. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Átvette a munkaterületet a kivitelező cég. A Katona József úti bölcsőde felújítása, valamint az új épületszárny építése a napokban elkezdődik. A mintegy bruttó 375 millió forintos beruházás határideje ez év vége. A gyerekek addig ideiglenesen a város különböző intézményeibe kerültek át. Évek óta komoly problémát jelent városunkban a bölcsődei férőhelyek kérdése, hiszen jelentős túljelentkezést tapasztalnak a területen dolgozó szakemberek. Éppen ezért volt jelentős lépés, amikor az önkormányzat elnyert egy pályázatot a Katona József úti bölcsőde felújítására. Ezt az összeget Magyarország kormánya is kiegészítette, így a beruházás mintegy bruttó 375 millió forintból valósulhat meg. Emellett új szárnyal bővítik a meglévő alapterületet, amelynek köszönhetően a jelenlegi 80 férőhelyhez képest 28 gyermekkel többet tudnak majd fogadni. A területi operatív program keretében nyerte meg önkormányzatunk azt a pályázatot, aminek köszönhetően egy új bölcsödei szárny épül itt a Katona József úti bölcsödénél. Az új 10x20 méteres épület egy hosszú folyosóval lesz összekötve a régi épülettel, mindemellett a régi épület is megújul, teljes hőszigetelést, energetikai megújítást, nyílászárócserét, padlózatcserét és fűtési rendszercserét és korszerűsítést is fog kapni. A kivitelezőnek fél éve van a munkálatok elvégzésére, bízunk benne, hogy akár hamarabb is teljesítenek és visszaköltözhetnek ide a bölcsödések egy vadonatúj felújított bölcsödébe, ahol sokkal több férőhely is lesz. A munkaterületet hivatalosan is átadták a kivitelező cégnek, akik a héten el is kezdik az előkészítő munkálatokat. A beruházás ideje alatt az intézmény tehát nem tudja ellátni funkcióját, így meg kellett oldani az odajáró gyermekek elhelyezését. A bölcsödébe járó gyerekeket az Ózdi városi óvodák tudta befogadni. Pontosabban három óvoda az, ahová el tudtunk helyezni csoportokat, illetve az újvárostéri bölcsödénk létszámát növeltük meg egy Katona József úti bölcsödés csoporttal. A három óvoda, aki befogadja a gyerekeket, az a Csépányi óvoda, a Nemzetőr úti óvoda és a Tétény vezér úti óvoda. Erről a szülők szülőértekezleten külön csoportonként lettek értesítve, és folyamatosan zajlik a kiköltözésük. Mivel az összes gyermeket egyszerre nem tudják áthelyezni, így fokozatosan kerülnek át új helyükre. Három csoport például hétfőn már az ideiglenes intézményben kezdte el a hetet, ma pedig a Tétény vezérúti egységbe érkeztek meg a kicsik. A kivitelezésben érintettek bejárást tartottak az intézményben a munka megkezdése előtt. A kivitelezést először is a bontási munkálatokkal kezdjük, tehát a nyílászárók, az egyéb belső berendezések, radiátorok, vezetékek bontásával kezdjük, valamint az alapásásokkal az új épület építésénél, az új épület szárnyépítésénél. Utána közvetlenül kezdjük a homlokzati hőszigetelési munkálatokat, természetesen a nyílászárók cseréjét, valamint a belső felújítási munkálatokat ütemszerűen, ahogy hozzájutunk. Megújul továbbá majd a villamos hálózat, amellyel a tervek szerint egy időben az új épület szárny alapozása is megkezdődik. A munkálatok elvégzését nagyban befolyásolja majd az időjárás, azonban a szakemberek igyekeznek az év végi határidőre mindent teljesíteni. Végleg bezárt a Johnson Electric. Az elektronikai alkatrészek egy gyártó vállalat ügyével híradóinkban már többször is foglalkoztunk. A cég 2021 márciusában jelentette be, hogy elhagyja Ózdot. Döntésüket az európai gyártókapacitás átalakításával, a piaci kereslet változásaival indokolták. A leépítést több lépcsőben valósították meg, a folyamat pedig most ért véget, az eredeti tervekhez képest néhány hetes csúszással. Ma már csak üres parkolókkal és biciklitárolókkal találkozhatunk a gyár környékén. Az utolsó műszakosok tegnap vettek végleg búcsút munkahelyüktől,
Voltak, akik több mint 20 évig tevékenykedtek a vállalat kötelékében. Kivonulásuk jelentős munkahely hiányt okoz városunkban. A cég bejelentésük óta támogatta munkavállalóit az álláskeresésben. A tárgyalások továbbra is zajlanak új befektetőkkel. A város vezetősége reméli, hogy sikerül bevonzani településünkre egy olyan vállalatot, aminek a foglalkoztatási kapacitása sok ózdinak biztosít hosszú távú munkalehetőséget. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi városunkban tett látogatásán Háttér című műsorunkban azt nyilatkozta, hogy egy bizonyos liechtensteini cég nagyon közel van ahhoz, hogy megállapodjanak velük egy ózdi beruházásról. Megnyitotta kapuit az ózdi városi strandfürdő, az uszoda pedig ezzel egyidejűleg bezárt. A karbantartási feladatokat elvégezték a szakemberek, és mindent rendben találtak a kezdéshez. Egy új játszóteret is kialakítottak a legkisebbek számára, emellett gyermeknap alkalmából a hétvégén kedvezmény is jár a fiataloknak. Május elején az Ózdi Sport és Élményközpont dolgozói már elkezdték az általános karbantartási munkálatokat az Ózdi Városi Strandfürdő területén. Főként a gépházban végeztek felújítást, hiszen régi berendezések teljesítenek itt szolgálatot, így a hosszú leállást követően nagy figyelmet igényelnek. Többek között a tolózárak és a váltószelepek membrányainak korszerűsítése történt meg. Néhány járólapot is cserélniük kellett, valamint a medenceteret is csúszásmentesítették. Ezek kellettek ahhoz, hogy ma reggel megnyithassa kapuit a létesítmény. A nyitvatartási idő és a használat az ugyanaz, mint a tavalyi évben, tehát reggeli esti úszások megmaradtak minden nap, illetve a strandolókat reggel 9-től este 7 óráig várjuk, kivéve, hogyha esetleg hőségriadó vagy bármi más változás van, de erről értesítjük a vendégeket. Jegyáraink egy minimálisat változtak, 100 forinttal emelkedtek. A jó idő beköszöntével a város lakói már megszokhatták, hogy a strand nyitásával egyidejűleg bezár az uszoda, így a sportegyesületek edzései is kikerülnek a szabadtéri medencékbe. Azonban a wellness részleg még mindig működik, így azzal a szolgáltatással még élhetnek az intézményben. Egy újdonság is várja a legkisebbeket a területen, ugyanis kialakítottak számukra egy játszóteret. Három játszótér elemmel bővült a strand, mert már vagy tudomásom szerint 4 éve nem volt semmilyen gyerekjáték. Ennek nagyon örülünk, ennek megvan az engedélyeztetése, úgyhogy már készen is állnak, még hetente karban kell tartani, erre külön az úszodamestereknek már kiadtam a feladatot. A műszaki dolgokban pedig a víz, mint a megjött, hál' Istennek minden rendben volt. A hétvégén egyébként gyereknapot tartanak a strandon. Ennek apropójából vasárnap a kicsik féláron mehetnek be a területre, így a 7 év alattiak és a diák igazolvánnyal rendelkezők kedvezményes áron vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Csak az új felületeken lehet online ügyet intézni ősztől az MVM Next-nél, így azok majd csak a digitális térben lesznek elérhetőek. A változások első lépéseként az MVM Next megszüntette a földgázmérőállás regisztráció nélküli rögzítésének lehetőségét. A továbbiakban ez a funkció csak ennek meglétével érhető el. A cég egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelei, akiknek a társaság biztosítja a földgázt, illetve akiknek 2021. augusztus 31-e előtt is szolgáltatta az áramot, már egy helyen tudják megtekinteni áram- és gázszámláikat, illetve egy felületen tudják elintézni kényelmesen energiaügyeiket. A korábbi 2 külön applikáció és 2 külön online felület megszűnik. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy töltsék le az MVM Next App néven megtalálható alkalmazást, illetve regisztráljanak az online ügyfélszolgálatra. Azoknak, akiknek 2021. augusztus 31-e előtt az Elmű Émász szolgáltatta a villamos energiát, online áramügyintézése továbbra is csak az MVM Next Energia appot és az online ügyfélszolgálatot tudják használni. Roma világ címmel rendeztek cigány népismereti vetélkedőt ma az Ózdi Városi Könyvtárban. Az eseményt 2 év kihagyás után immár 15. alkalommal szervezték meg az intézményben. A megméretetésre városunkon kívülről is érkeztek fiatalok. A korábbiakhoz képest újdonság, hogy a programon élő zene is volt, amelyet egy nemrégiben alakult fiatalokból álló zenekar tagjai prezentáltak.
Közel 25 felsőtagozatos diák foglalt helyet az asztaloknál az Ózdi Városi Könyvtár rendezvénytermében. A Roma világ elnevezésű cigány népismereti vetélkedő a gyerekesi program az Ózdi járásban projekt keretein belül zajlott. Ez a könyvtár továbbá a II. János Pál katolikus általános iskola és óvoda munkatársainak szervezésében valósult meg. A programot 2 év kihagyás után immár 15. alkalommal rendezték meg. A folyosón elhelyezett alkotások már a versenyhez kapcsolódóan készültek. Ez volt a belépő a versenyre, hogy rajzokat kellett készíteni, vagy a cigány emberek a természetben, vagy pedig meg volt adva 4 vers, és ahhoz kapcsolódóan, és ezeket is majd külön fogjuk értékelni. A résztvevők a cigány himnuszt is hallhatták a zenekartól, amelynek tagjai a Csépányi Általános Iskolából és az Ózdi Apácai Csere János Általános Iskolából érkeztek. Az együttes felkészítésében Szent Andrási Béla pedagógus nyújtott segítséget, ebből az alkalomból pedig Berki Lajos zenélt együtt a fiatalokkal. A versenyen 4 fős csapatok mérhették össze tudásukat. A szervezők városunkon kívüli intézményeket is meghívtak, így Farkasjukból és Hangonyból is érkeztek diákok. A feladattípusok nem nagyon változtak, de kis újdonságok mindig vannak benne. Mindig próbáljuk aktualizálni, hiszen a romák életében is történnek változások, és ez nem igazán tantárgyhoz kötődik, hanem közélethez, szokásokhoz, a zenei élethez. Ugye azért voltak itt azóta tehetségkutatók, ahol nagyon szép számba nyertek roma származású fiatalok, ami példaértékű, és ezeket a példákat igyekszünk mindig kidobborítani. A diákoknak egyebek mellett nyelvvel, zenével, viselettel, különböző szokásokkal és gasztronómiával kapcsolatos kérdésekre kellett választ adniuk. Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kezdetektől fogva támogatja a versenyt. Nagyon jó az iskolákban ez a népismereti tananyag is, és abból tanultak, és példa rá, hogy az Apácai Csere János Általános Iskola is már versenyt nyert országosan, 5. helyet. Mi pedig most itt vagyunk ezen a helyszínen, ahol vetélkedni fognak az iskolások. A megmérettetés a Farkasjuki Általános Iskola csapatának győzelmével zárult, 2. az Ózdi Apácai Csere János Általános Iskola, míg 3. a 2. János Pál Katolikus Általános Iskola és óvoda diákjai végeztek. A gyerekek jutalomként könyvet és csokoládét vehettek át a szervezőktől. Utánpótlás magyar kupán értek el nagyszerű sikereket. Az Ózdi Géza úti Sport és Testépítő Egyesület ökölvívó szakosztályának boxolói Csepelen. Az egyesület sportolói 2 serdülő bajnoki arany és 1 junior ezüstérmet szereztek. A klub a közeljövőben egy hazai gálát szeretne rendezni, illetve az országos bajnokság is vár a sportolóikra. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség szervezésében Csepelen mérték össze tudásukat az ország legjobb serdülő és juniorkorú versenyzői. A Laurenc László sportcsarnokban 67 egyesület, közel 300 sportolója szállt ringbe. A 4 napos kieséses rendszerű eseményen számos tehetséget láthattak az érdeklődők, köztük a városunkat képviselő Ózdi Géza úti Sport és Testépítő Egyesület ökölvívó szakosztályának fiataljait. A viadalt komoly edzésmunká előzte meg, így a klub boxolói felkészülten léptek kötelek közé, amelynek meg is lett az eredménye. Magyarország legtöbb egyesületek klubja részt vesz rajta, tehát mondanám azt, hogy legnagyobb, legrangosabb verseny ez Magyarországon, talán a országos bajnokság után. Aki itt nyer, az nagy valószínűsége az országos bajnokságon is nagyon szép eredményeket szokott elérni. 4 napos kieséses rendszerű verseny ez, ahol hát igaz, az Ózdi versenyzők nagyon sikeresek voltak. A szakosztály 3 helyi öklözőt indított a Magyar Kupán. Mindegyikük nagyszerű sikereket ért el. Szűcs Martina a lányok serdülő 48, Homai Patrik fiú serdülő 33 kg-jában arany, még Cifra Balázs a fiú junior 90 kg-jában ezüstérmet szerzett. Edzőjük szerint mindegyikük nagyszerű talentum, azonban szerencsés esetben Homai Patrikra várhat a legszebb pályafutás. Fiatalkora ellenére már 4 éve űzi ezt a sportágat. A tehetségéhez nagy szorgalom társul. Abban az esetben, ha az országos bajnokságon is a várakozásoknak megfelelően szerepel, akár meghívást kaphat a magyar válogatottba is, akikre idén az utánpótlás Európa-bajnokság vár.
Első nap nagyon jó volt, izgultunk, hát megnyertem az első napot. A második napon is elkezdett mennünk mérlegelni orvoshoz, és utána egy órakor már kezdődött a meccsek, és már második menet, igen, a harmadik menetben úgy volt, elsőnök, hogy nagy kavarodás volt, hogy elsőnök az ellenpél győzött, utána a mestert hívták, hogy én nyertem. És utána már harmadik napon már egész jó ment, én nyertem egy hangúval, és ezek nagyon-nagyon megörültem, akkor volt tényleg is legjobb. Az egyesület tervei között szerepel egy hazai szervezésű ökölvívó gála megrendezése. Erre az előzetes elképzelés szerint június 25-én szombaton kerül sor a Marosi István városi sportcsarnokban. Újra teniszoktatás indul az Ózdi városi stadionban. A június 20-án startoló labdajátékra gyerekek és felnőttek egyaránt jelentkezhetnek. A szakemberek szerint jobban oda kell figyelni a fiatalok szabadidős tevékenységére, ugyanis sok időt töltenek az iskolapadban vagy valamilyen elektronikus eszköz előtt. Az edzők úgy vélik, hogy a legideálisabb már 5-6 éves korban elkezdeni teniszezni, de természetesen sohasem késő, ugyanis ez a könnyen megtanulható és élvezetes sportok közé tartozik. Zákányi Zoltán elmondta, hogy a teniszsport játék és szórakozás is egyben fizikailag, valamint szellemileg is egyaránt fejleszt. Aki szeretne csatlakozni a csapathoz, megteheti személyesen az Ózdi Városi Stadionban, illetve a sportág edzőjének közösségi felületein, vagy a képernyőn látható telefonszámon. Egy rendkívül jó sportág, hiszen akár a motoros képességekbe, állóképességbe, gyorsaságba is lehet fejlődni, valamint ügyességet, nagyon jól fejleszti a koncentrációt. Tehát én úgy gondolom, és egy könnyű, viszonylag könnyen tanulható sportág, tehát én úgy gondolom, hogy minden gyereknek élményt jelent, még ha csak teljesen amatőr szintig is jut el vele, hiszen a világon is az egyik legnépszerűbb sportág. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Átvette a Katona József úti bölcsőde területét a kivitelező cég. A felújítások és az építkezés a napokban elkezdődik. A beruházás bruttó 375 millió forintból valósulhat meg. Megnyitott a kapuit az Ózdi városi strandfürdő, az uszoda pedig ezzel egyidejűleg bezárt. A karbantartási feladatokat elvégezték a szakemberek, és mindent rendben találtak a kezdéshez. Roma népismereti vetélkedőt szerveztek az Ózdi könyvtárban, amelyre városunkon kívülről is érkeztek csapatok. Az eseményt egy újonnan alakult együttes zenei előadása is színesítette. Két arany és egy ezüstérmet szereztek az ózdi sportolók a Csepelen megrendezett Magyar Kupán. Az egyesület tervei szerint hamarosan egy ökölvívó gálát is láthatnak a helyiek. Híreink után nézzük, milyen időre számíthatunk holnap. Csütörtökön elvonul a borulás, azonban gyengén felhős égboltra tekinthetünk majd fel. Napsütésre lehet számítani, amelynek melegét mérsékelt nyugati szél enyhíti. A déli órákban magas UV-sugárzás várható, így érdemes figyelmesen kimenni a szabadba. Hajnalban 12, napközben pedig akár 29 fokot is elérheti majd a hőmérő higanyszála. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Quantum című tudományos magazin műsort ajánlom figyelmükbe, amely a helyi televíziók összefogásával készült. Holnap ugyanebben az időben lesz híradó, amelyben megmutatjuk a város legfontosabb történéseit. Számítunk Önökre akkor is. Szép estét és jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!